Sziasztok, én Matyi Vicc vagyok, és ebben a videóban vagy ilyen internetes játékokat fogunk teszteni. Ez amúgy egy live lett volna, de a YouTube a normál csatornámon nem engedi a live-ot valami miatt, és nem hajlandó kiírni, hogy live van, vagy hogy tudok live-olni. Vagy hát nem tudja megmondani, hogy mi a probléma a live-olással, milyen nem lehet, nem is ez a lényeg. Létrehoztam egy új csatornát, ahol lesznek majd a live-ok, és csak hát az 24 órát kell várni, hogy működjenek a live-ok. De most akkor normál videóval lesz ez fölvéve. És akkor szerintem vágjunk is meg. A remem volt hangja az intrónak. Akkor vágjunk is be. Felmegyünk a crazygame.com-ra, azt hiszem. Crazy Games. Hát ugyanaz. Vagyunk, remélem van hangja a videónak. Mikrofon audio, jó. Asztali audio. Asztali audio, hello. Jó, mindegy. Ha nincs, akkor majd alászinkronizálom. Menjünk is fel Crazy Game-re. Persze, mindent elfogadom. Érdekel. Jó van, vás nyelvet. Hoppá! Elfogadás. Most már minden magyar. Nézzünk egy jó kis játékot. Ez nem tudom mi, de ebben fogunk indítani. Amit még el szeretnék mondani, hogy lesz egy értékelni fogom a játékokat. 10/10-es skálán. Lesz egy képminőség, vagy hát egy játékminőség, maga a textúra, hangok, és igazából, hogy mennyire tetszik. Ezt fogom értékelni egy 10/10-es skálán, ezeket utána ezeknek az eredményét átlagolni fogom, és akkor megkapjuk, hogy milyen a hát, hogy 10/10 mennyi a játék. Igazából ezt a videót senki sem támogatta. De akkor szerintem vágjunk is bele, ha valaki nem érti a pontozást, akkor majd remélem megértitek. Gyorsan nézd be, vagy be is tölt, vagy valami. Beszélni sem tudok. Úgy igazából már, ha jól emlékszem, játszottam ebben a játékkal. Egy olyan játék, hogy mi ez? Szabadon tudsz menni a játékban, igazából a pályán, és szabadon tudsz benne mindenfélét csinálni. Igazából nem egy nagy duranás, de ha csak szeretsz szabadon játszani minden logika nélkül, akkor ajánlom ezt a játékot. Igen, rész. Jaj, driftelni kell. Jó, ezt tudom, melyik játék most már, ez nagyon jó játék. Car. Igazából van a pénztárcád, amit pontok után kapsz rá pénzt, vagy kapsz pénzt, és akkor lehet ilyen kis tuning autókat venni. Ezt kiteszem. Igazából vannak jó kis autók. Ez sem volt rossz. Na. És már full képernyős. Szinte ezt a jó kis összeszem ladát. Ezt erre kigyűjtem. Ez. Hopp, erre van is pénz. Akkor nem fogunk semmi se kigyűjteni rész, és nézzük, milyen lép. Mm-hmm.
is volt, ez igazából 39,63 másodperc volt, de tudom, hogy itt kanyarokban meg driftelkedett az idő után, tehát ezt majd úgyis meg fogom zabonélni, hogy mi ez a egyes pályán. Akkor menjünk is szerintem. Nem lehet egymás ellen versenyezni, pedig amúgy az jó lenne, tehát 4-1-10/6-ba megállapodhatunk. Majd írjátok le kommentbe, hogy nektek ti hogyan pontoznátok. És akkor grafika az azért ilyen online játékhoz képest eléggé jó, bárha nem is a fullos, de ami nekik jónak kell lenni, az az autó, és azt szerintem nagyon jó lett ezeket a gépes, google-is játékokhoz képest, tehát szerintem egy 10/8-at megérdemel. És akkor mi alapján volt még? Ja, volt még azt hiszem pálya, az az meg mondjuk nem volt a legcsúcsabb, de ez egy 10/4 mondjuk. És akkor még egy hang. A autó hangja az szerintem nagyon jól el volt találva, nekem tetszett. Szerintem az megérdemel 10/5-öt. És ezt mindjárt átlakoljuk. 5,75 pont. Szerintem egész jó. Most gyorsan felírom, hogy mi alapján fogom értékelni a játékokat, mert biztos, hogy el fogom felejteni. Ha működne a tollam. Pillanat. Tehát. Felírtam még egy olyant, hogy egyéb, azt itt nem értékeltem, de az ilyen például lövöldözősbe is játék, hogy mennyire van jól megcsinálva a lövések, meg ilyenek. Tehát akkor ez a játék olyan
5,75-tel zárt, ha jól emlékszem. És akkor menjünk is tovább. Szerintem maradhatunk még egy kis ideig ezeknél a driftelős játékoknál. Ugyan nézek, autós. Hoppá, ezt ugye próbáltuk. Sandbox City. Na nézzük. Még szerintem ebből a kategóriából. Hány kategória van? When you get your next big idea, sok. Say sparkly ketchup. Szerintem mindenügyük, hogy kipróbálok egy hármat. Ha tetszik a videó, hogy ilyen játékokat próbálgassak ki, akkor még fogok. Nem tudom, mivel eléggé sok kategóriát látom, egy 10-15-öt minimum. Játszok mindegyikkel, nem tudom, 5-10 percet, akkor az is egy kb. 1-2 óra. Vagy hát nem tudom, nem így hülyeséget mondok.
ARVI presents. During a walk in the park, you found a portal. Hoppá, most már mutatja az életem. Egyszer kellett meghalnom. Lassabban nem tudnák komolyan mondom sétálni. Annyira lassú. Mit lehet kapni? Sopot akarom megnyitni, de a sopot! Sopot! Ott lehetnek valamit. Jó, engem ne legyen. Kérlek, ne legyen. Be tudok szedni. Ilyenkor gyorsan össze kéne szennem a pénzt. És eltűnt. Én nem hiszem el. Megöltem egy zombit. Szerintem viszonylag nem volt annyira jó, mert mondom egy ilyen olyan játékot kaptak, ahol lehetett a zombikat, de nem sikerült szerintem annyira jóra. Hát szerintem ez is négy. Akkor mi van? Hang. Hát a hangon, csak az autó végezés hangja volt benne. A zombi halálhang is, amikor leültek valakit. Meg eléggé sokféle hangot bele lehetett volna tenni, vagy hát bár mondjuk a járás is van valamia, de amúgy igazából csak tudom még megnézni, hogy amikor hát van. Akciót, ezt ki fogom hagyni, abban nagyon béna vagyok. Ebben most kettőt néztünk, hogy pont itt a sandbox. Ilyen. Jó kis játékot.
Nem tudom, hogy létezik-e. Nem ilyen üldözőset, szimulációsat akarok. Ez ilyen fincsen néz ki. Jó grafikájút akarok bemutatni nektek, bár az... Nem hiszem, hogy... Ez mit tud? Ez, ennek... Ez mi? Ez. Legyen ez az NLB-nem grafikájú. Biztos, hogy nincs. Tehát ez a nevét is, a nevében is benne van, hogy blokk. Egy ilyen blokk autó, tehát ilyen blokkar in real world. Hát a valós világ, az nem tudom, hogy itt mennyire fog sikerülni, de sikerül, annak nagyon örülök. Hogy hát ez volt az a kérdés, hogy hát akkor jöttem, mintől féltem, lefogyott. Akkor erre majd visszatérünk, menjen mondjuk ezt én nem készítjük, ezt nagyon nem kell. Kontroller! Lehetne kontrollerről, Xbox kontrollerről irányítani. Nézzük meg ezt. Ezt lehet Xbox kontrollerről, vagy nem kontrollerről készíteni. De mindjárt is teszteljük, ahogy bekapcsoljuk. Gyorsan bemegyünk egy gépházba. Eszközök. Gyorsan hozzá is mondom. Na, el is készült. Jó van, hagyja már. Hoppá! Ehe. Ja. Stop. Ja, és mivel, melyik gombbal válaszunk?
Igazából nagyon tetszik, hogy meg van csinálva a kontrollerre a játék, mert nem láttam még ilyen, hogy kontrollerrel működik a játék. Erre adok egy plusz egy-egyik pontot, hát még pálya. Hát a pálya az letöltött pálya. Gyere, adok egy két pontot. A hang az... Ez a nálat a jó kizene. Tetszik, tehát egy pont. Akkor mi van még? Ötlet. Hát az ötlet, hogy... Melyiket próbáltam ki? Ezt? Akkor driving simulator, vagy ezt? Vagy ezt? Nem. Hát, Szerintem amúgy ezt. Egy ilyen autósat. Mondjuk ezt. Nem. Tankos. Melyikben volt tank? Ebbe. Drebli kás. Öt. Már most jó hangzik. Öt. Igen, szeretném. Akkor nem tesszük ki majd, de hogy... Na. Nézzük, hogy ez is működik-e kontrollerről. Hát, most már bukott. Hoppá. Ha. És...
Show-e? Jó. És ez ugye nem belső nézetest, és ott már van egy fegyver. Ja. Jó, hát ezt sem fogom kipróbálni, mert nem vagyok benne, jó? Fúsa hakom! Ez jól néz ki, ezt kipróbálom. Jaj, az nem is értékeltük, de inkább nem értékel, mert hú, az annyira rossz volt, nem akarom tényleg senkinek a játékát leértékelni, meg ha nézed a videómat, és éppen ez a te játékoddal játszok, akkor ha lepontoztam, akkor tényleg bocsi. De gondolom mindenki tudja, hogy hoppá, ezt hogy levitte. Mondjuk tesszük. Koldung. Ágyúval nem tudok előrébb jönni. Ha eltalálnám egyszer, az amúgy úgy csoda lenne. Lőd már szét! Ujjpi! Jaj, de jó. Jó van,
Hűség. Hát olyan mondani, hogy quit, play, jó, előről lehet természetesen kezdeni. És igazából úgy akarom, hogy ezekkel behatolok jól a... Aj, hűteni kell. Behatolok a házba, és akkor hallod. Úgy, és akkor ide berobbantjuk. Ezzel meg igazából ezt itt koromról. És elbírnázom. Jól van. Shop. Mit lehet shoppingolni? A 201. Infinity gyűlik a pénz. Ezt ki fogom várni ezt a 300-ot. Mindjárt meg lesz. Én meg bombázok szét a házat. Kodum-csam! Beküldjük, ezt is beküldjük. Jó, neki küldjük, úgy van. Pörögjön a bomba. Koldunk már megint, hogy Coldwing vagy. Hogy hívják. Egy pillanat. Na, megyünk is tovább, csak itt ilyen fontos dolgok történtek. Ha valami behallatszódik, azért szokott azért bocsit. Adod ide! Mi lett? Ez meg itt lemerül. Jó. Ó, 300 ilyen, 500 év. Pillanat. Bocsi, csak itt ilyen dolgok vannak. eToro presents three strategies to beat the bear. Number three. Oké. Okay. Most ezt megvettem. És várjunk. Ilyent akkor honnan szerzek? A shopba. Kifizettem. És várjunk. Holtom... Betenni, hogy ilyen nem legyen. Shop. Shop, igen. Ja, lehet, hogy előbb kell egy ilyet. Bár ott olyan van, aki... Jó, akkor kivárom azt a coint. Nem cseszt meg, jó, ez sem annyira. És akkor próbáljunk átjutni az első szinten. Megint ütni kell, hát én ezt nem hiszem. Hát... most mondom, hogy a legkönnyebb játék. Hogy egy ilyen könnyű játék kifogjon rajtam. Az már baj. De amúgy közben gyorsan értékelem, most itt fejbe összeadogatom gyorsan, hát kb. Egy olyan 10/5. Jó, finish! Jó! Oké, konót, menjünk tovább. Konót. Azt mondja konót. Azt mondja konót. És ilyet még nem tudok. Ja, per level, aha. Reduce per level.
Speed, igen. De még mindig 500 kell. Mindig nézzük a level 2-t. Ha megint ülteni kell, én azt nem hiszem el. Miért csinálnak akkor ilyen béna ágyút, amit hűteni kell? Jó. Egy csillagig menjek el, léci. Nem érdekel, csak legyen meg valamennyi. Hallottassak a vízszinten. Hát nem tudom, 10 per 5. Ez abban most nem fogok véleményt nyilvánítani, mert sietnem kéne. De a ezekkel. És még mindig nem jött el az egy csillag. Lassan ezt elrombolom. Jó, bár mondjuk nem mindegyik lövést talál be. Jó, kész. Hát, komolyan. Shop. 480. Meg lesz. Köviszint egy reklám. Eudus Pro Nature-ről köhögés elleni szirup. Tudományosan bizonyított köhögés csillapító hatás. A természet erejével a kínzó köhögés ellen. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát. Szeretem a reklámokat. Reklámtábla! Most volt reklám, emberek! Uihi! Tudtam-e? Fogadok, hogy összegyűlt. Jó, összegyűlt. Akkor vegyünk egy ilyent. Kell egy ilyen. És akkor... Nem! Ez mi abban? Hát ez nagyon rossz. Erre költöttem 500... Na, ez egy 10 per 5-ben állapodunk meg. Mi van még? Megint ez a... Klikkentős! Azt mondja, klikkentős! Jó, ezeket nem akarom. Ilyen autoklikker játékok. Igen. Manyong, menekülős, Minecraft. Hát ez mindegyik nagyon Minecraft, igen. Öltöztetős, motoros, nézzük meg egy motorosat. Imancsi. Ez nem lesz ki. eToro presents three strategies to beat the bear. Number three, indices, the long view. Yes, the S&P dropped big time, but... Jó, remélem ki fog érzelni, mert tényleg homótól nem akarok rosszat elmondani. Igen, én ezektől rosszat elmondok. Nyugodtosan, nyugodtan nevessetek ki. Én... Nagyon hosszú történetre nyúlik, hogy miért lesz ki. Igen, már a gondoltától is, de mindegy. Ez most ugye van mi rossz víz. We'll be right back.
Ez komoly horror játék. Ez komolyan mondom. Úgy. Mi ez úgy? Ez úgy. Noob Trolls Pro. Jó. Én kérek elnézést. Népszerű. A legnépszerűbb játék. Car. Car driving game. Gyorsan kipróbáljuk, még egy játék. When you get your next big idea, Sparkly Ketchup. Grammarly's tones. Jó, csinálj meg. Reklámokat nem tudom, nem vágom ki. Nekem ahhoz van kedvem, mi az játékon belül irányítás, mutatás.
részt. Ó, ebből ilyen szabadszabad is érzetem majd ezeket. Szeretem. Na, horror szabadszabákat, nem a sima szabadszabákat. Ó. Jó, itt mennyi játék van még. Na, mondom, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok. Iratkozzatok fel, írjátok meg a kommentbe, hogy melyik játék tetszett a legjobban, és hogy legyen még folytatás. Én Martja Visz voltam, sziasztok! Ja, és még egy, ezt a videót nem fogom vágni. Igen, eddig még nem vágtam a videóimat, de tudok videót vágni, fogok videót vágni, úgyhogy ha minden videómat megvágnám, akkor nem lenne, évente lenne egy videó, nagyon nincs időm csinálni. De igazából megpróbálkozok megvágni. Ha tudtok jó vágót, aki megvágja ingyen, vagy olcsón, akkor ajánljátok, légy szíves, mert úgy lehet, hogy gyorsabb és jobb minőségű játékok lesznek. Kapibára klikker, ezt ki kell próbálni, és így a videó végére is. Próbálni, amúgy aki akar vett glömi termékeket, vagy egy számítógéphez négy készüléket. Annyira jó érzés. Poklikker. Ja, meg kell nézni hozzá. Three strategies to beat the bear. Number 3. Indices. Those. Remélem, tetszett a videó. Aha. Jaj. Oké. Igen. Na, mit is akartam ebben mondani? Tehát, hogy nem lesz vágva a videó, de viszont így sokat lesz. Thank you.